10 000-nél is több orvos és ápoló hagyta el az országot az elmúlt 7,5 évben. Leginkább a 25 és 29 év közötti korosztály elvándorlása még a tavalyi adatokhoz képest is emelkedett. A Rezidens Szövetség elnöke szerint Magyarországnak a gazdaság teljesítő képessége fölött kell megfizetni az orvosokat, ugyanis nem a bérharc kimenetele, hanem a jövő egészségügyi rendszere a tét. A Rezidens Szövetség felmérése szerint a frissen államvizsgázott pályakezdő orvosok egyharmada nem akar belépni a magyar egészségügyi rendszerbe. A fiataloknak a türelme elfogyott azzal kapcsolatban, hogy a Markusos ösztöndíjak után nincs egy alternatíva, tehát a kormányzat nem tudta megadni a Markusovszki generációnak a megfelelő választ, ami azt jelenti, hogy az ösztöndíjak után gyakorlatilag felére csökken a bérünk, és nincsen semmiféle perspektívánk. Dénes Tamás erre a tényre vezeti vissza, hogy tavaly óta nőtt a 25 és 29 év közötti szakvizsga előtt álló orvosok elvándorlása. A fiatalok párjuk tartózkodási helyéhez igazítják terveiket, ha ez külföldön van, akkor ott keresnek munkát. Egy neve elhallgatását kérő közvetítő cég vezetője szerint náluk már visszaszorulóban van Anglia és Németország, felfutóban Ausztria, és nagyon népszerű a fogorvos közvetítés. Az orvosi kamara elnöke abban bízik, hogy jövőre legalább a 2012-13-as béremeléshez hasonló, vagy annál nagyobb mértékű bérfejlesztést tervez a kormány. Ezt egy életpálya részeként kell megtenni, tehát gyakorlatilag több évre előre kiszámítható módon, és gyakorlatilag azt a programot, amelyet most a tartósan betöltetlen praxisok irányába történő segítséggel kezdtek meg, ez pedig az egész praxisrendszer financiális és segítség kiavításával kell folytatni, illetve kiegészíteni. Éger István szerint már az jelentős jövedelemnövekedést eredményezne, ha feloldanák az ugyancsak 2012-es szinten befagyasztott mozgóbéreket. Az egészségügyért felelős államtitkár túlzónak tartja az aggodalmakat. Természetesen nem lehetetlenül az ellátás, hiszen azért közel 40 000 orvos dolgozik ma Magyarországon, tehát ha évente 4-500 emberről tudunk, aki engedélyt kér, azért ez még nem rengeti meg a rendszert. Az államtitkár a Rezidens Szövetséggel és a kamarával is tárgyal. Szakorvosi bérminimumot vezetnének be, ennek részleteiről azonban többet nem mondott.